A Sárét és a Hortobágy környéki pásztorkutak rejtelmeibe kalózolta el Rásó János alpolgármester múlt hét pénteken a Városi Könyvtár tagintézményben az érdeklődőket. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával sor került ismét az Internet Fiesta program sorozatra, melyhez a város könyvtára is csatlakozott, és ennek keretében szervezték a mostani előadást, tájékoztatta televíziónkat Tányér József, a könyvtár tagintézmény vezetője. Az Internet Fiesta témakörében Rásó János előadása, a Pásztorkutak a pusztán címmel, és ez az Internet Fiesta programsorozatnak a 2015 éves programsorozatának nyitó előadása. Az országos programsorozat, az Internet Fiesta több évre visszamenőleg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rendezzük meg az ország több könyvtára, és a Katona József megyei könyvtár fogja össze. A honlap, vagy a honlapon megtalálható, ha Google-be beírják azt, hogy Internet Fiesta, a kedves könyvtárogatók, vagy érdeklődők, rögtön a honlapkor a kalauzolja őket, és ez mindig frissíti, tehát az adott évnek a program ajánlója az ugye ott van a honlapon. A lényege ennek ugye a Katona József a Szolnoki megyei könyvtár összefogásával, hogy az internet segítségével a könyvtár használatot a informatív, formatív tanulás népszerűsítsék, tehát hogy az internet is, akár is mondjuk, hogy digitális írásra, meg azért a papír alapú olvasásra ne vonja figyelt, mégiscsak sokat segít a valójában a tájékozódásra, és mindig úgy próbálják összeállítani a programsorozatokat, olyan témaköröket javasolni, amely tényleg a könyvtár használatot, a tudást, az információszerzést segíti, és ebben az évben is több témakör van, a családi kapcsolatok az interneten, a Facebook, aztán a blogírás, a helytörténet az interneten, a biztonságos internetezés témakörei, és vannak rejtvények is, játékos totók is ezen a honlapon, tehát csinálnak a könyvtár akár vetélkedőt is, és ebben gondoltam a helytörténet témakörben, hogy Rásó János alpolgármesterurat kérem fel, akinek tényleg szívügye helytörténet is. Rásó János alpolgármestertől megtudtuk, hogy a Pásztorkutak a pusztán téma kutatásával nemrég kezdett el foglalkozni, de már számos érdekes dolgot talált, így fontosnak érezte, hogy a téma iránt érdeklődőkkel is megossza mindezt. Ennek a fő témája az Ágota pusztán található egykori pásztorkutaknak a felmérése. Az előadás első részében egy kis rövid visszatekintést adok a múltba, a Tisza szabályozás előtti időszakra, aztán az átmeneti időszakot boncolgatom egy kicsit is, és végül egy kicsit átvezetem a mai időszakra ezt a témát. Hát, ha meg kell jegyeznem, hogy ez nem egy befejezett mű, tehát mondjuk úgy, hogy még nagyon az elején vagyok, tehát egy ilyen, ahogy szokták mondani, ilyen premier előtti előadás lesz, de olyan sok érdekes dolgot találtam, hogy úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen meg kell osztani Püspök Lány lakosaival. A jelentőségük gyakorlatilag akkor nőtt meg, amikor a Tisza szabályozás után gyakorlatilag a terület elvesztette az éltető vizet, és elkezdett kiszáradni, és ennek folytán meg valamilyen módon pótolni kellett azt a vízmennyiséget, amire szükségük volt az állatoknak. Erre különböző módszerek voltak, ezeknek a bemutatását tervezem. A jelentésük az pedig gyakorlatilag óriási, hiszen gondoljunk arra, hogy egy jó vagy sertésnyájnak naponta kétszer volt szükségétatása, míg a szaros maragójákat, illetve a méneseket pedig általában naponta háromszor, négyszer hitatták, tehát óriási mennyiségű vízre volt szükségük. Ezt a szabályozás előtt meg tudták oldani természetes vízterekből, míg utána már csak kutakból. Alpolgármester úr elmondta az előadásában, hogy a pásztori életben a kutak használata nem nyúlik túlságosan hosszú időre, hiszen vidékünkön a folyam szabályozásokig nagyon sok természetes víztér állt rendelkezésre, ami a pásztorok számára a természetes itatási lehetőséget biztosította. Így tulajdonképpen kutakról, olyan kutakról, mint amelyek ma a fejünkben megjelennek, amikor egy pásztorkútról van szó, nem annyira voltak jellemzők. Igaz ugyan, hogy a klasszikus gémeskút formát azt már évezetek ezelőtt is ismerték, és nagy valószínűséggel a magyarság, amikor vándorolt a Kárpát-medence fel irányába, akkor találkozott is ilyenekkel, de hát tudjuk, hogy például mondjuk egyiptomi rajzokon is található hasonló, mint a gémeskút, de nálunk, itt a mi vidékünkön ennek az elterjedése, ez gyakorlatilag a 19. század második felére, vagy inkább utolsó harmadára tehető. Hát ennek a
mondjuk úgy ösztönzője volt az, hogy amikor készítettek egy ilyen felmérést a Magyarországon az ivóvíz helyzetről, akkor azt találták, hogy itt a mi vidékünkön, tehát hogy Tiszántúl környékén a legrosszabb minőségű az ivóvíz, amelyet a lakosság fogyaszt, és hát amit az állatok is fogyasztanak, hiszen élelmiszert termeltek az itt élők, a jószág az nagyon fontos élelmiszernek számított, és nagyon fontos volt az, hogy az is megfelelő minőségű ivóvizet kapjon. Hogyha megnézzük ezt a korábban készült térképet, amely még a folyamszabályozás előtti időszakot mutatja be. Egyébként azt már biztos, hogy mutattam már többször is, önök is találkozhattak vele. Lehet látni, hogy a mi vidékünk az a területre esik, ahol az év nagy részében, de mindenképpen az év egy bizonyos szakaszában vízzel borított. Az 1890-es évek elején, miután teljesen elzárták vidékünk víz utánpótlását, még lápi kutak alkalmazására volt lehetőség, tudtuk meg az előadásból. Ez úgy nézett ki, hogy egy ilyen másfél-két méteres nádszálat végig keresztül szurkáltak, az alsó részére vágtak egy ilyen lukat, vagy esetleg azt tették, hogy kiszurkálták, és ezt lenyomták a lápon keresztül, és felszívták vele a vizet. Hát nyilván ez először még meglehetősen ilyen sáros volt, de utána egészen tisztává is válhatott, hiszen a lápnak a jellegzetessége az, hogy laza az alsó rész és nagyon-nagyon nedv bő, ezért viszonylag könnyen lehet belőle vizet nyerni. Nagyon érdekes, hogy ezt itták, illetve ebből is főztek. Ahol kiváló minőségű víz volt, vizet találtak, ott egy ilyen kis nádbokrétát kötöttek az egyik nádszára, hogy megjelöljék, hogy igenis ott gyakorlatilag jó víz van, és bárki mehet oda és ihat belőle, és nem volt olyan, hogy kifogyott belőle, vagy elfogyott, tehát ezt használták többen is. Az ilyen ehhez hasonló nádkutak szerte voltak megtalálhatók a területen, hiszen a láp azért független attól, hogy lecsökkent a vízutánpótlás, nem tűnt el egyik pillanatról a másikra. Tehát ezeket nagyon sokáig használták még. És főleg azért használták nagyon sokáig, mert a kutak, amelyeket később, amikor már nagyon száraz időszak volt, és nem volt már meg valódi vízutánpótlás, tehát kvázi a Ágota pusztán mondjuk nem volt olyan vízfolyás, számottevő vízfolyás vagy a Hortobágyon, ami alkalmatlanodott volna arra, hogy legeljen, vagy eleget igyon ez a legelő jószág, akkor különböző kutakat ástak, amelyek viszont nem mindig voltak alkalmasak arra, hogy az ember is igyon belőle. Ezeknek a kutaknak számos változatáról is tájékozódhattak az előadás résztvevői. Az egyik legjellegzetesebb az úgynevezett sírkút vagy gödörkút, amely gyakorlatilag, hát ez többféle formában van. A leírás egy olyanról szól, amelyből a vizet vödörrel merték ki. Esetleg, hogyha túlságosan mélyre kell társni, akkor néhány lépcsőt is ástak az egyik oldalra, hogy le tudjanak lépni. De ennek a sírkútnak vagy gödörkútnak volt egy másik változata, amelyet olyan nagyra készítettek, hogy az alap terület mellé két oldal, két szembe levő falat elbontották, úgyhogy ilyen lejtősre képezték ki. És gyakorlatilag a jószágot lehajtották, az ott ivott, aztán a másik oldalon meg fölhajtották. A harmadik verziója ennek a sírkútnak pedig egy egészen kisebb, ezt nevezik egyébként ilyen kopolyakútnak is, ugyanaz kicsiben. Nem olyan túlságosan mély, mondjuk olyan másfél méter maximum, ahogy elérik a vizet, és igazából a saját szükségletre vették ki ebből a vizet, tehát főzni, illetve közvetlenül fogyasztani. Ha esetleg mélyebbre kellett menni, akkor itt is ástak egy-két lépcsőfokot. Egyébként a Farkas-szigetben rengeteg ilyen gödröt lehet látni, ugyanis mi pont így készítjük a talajszelvényeinket. A kutak megjelenésével nem jött létre egységes kútforma, hiszen más volt a vízadó réteg kapacitása, a funkciója, a formája, illetve a bélését is különböző anyagok felhasználásával oldották meg. Tehát nagyon sokféle kút jött létre, kútforma jött létre, ami jellemző, legjellemző pedig az, hogy ugye ez a klasszikus forma, a kútgémnek általában jó fajta akácfát használnak, tehát ugye a Hungarikumnál itt is meg lehet említeni, hogy nem véletlenül lett az, mert hiszen tradicionális dolgok is fűződnek hozzá. A koloncnak aztán felkötöttek mindenféle dolgot, többek között mit tudom, vödörre belakott köveket, vagy rossz fém alkatrészeket, amelyeket nem tudtak használni semmire.
Itt megcsinálták azt, hogy a nagyobb gulyakutaknál, mint amit láttunk, az a 3- meg 4-elásos gulyakutaknál, megcsinálták azt, hogy kötelet is kötöttek rá, mert úgy könnyebb volt, hogyha fölfele segít a bojtár húznia a vizet, mintha csak egy ember csinálta volna ott a kút mellett. Az előadáson megjelent érdeklődők közül az általunk megszólítottak elmondták a témával kapcsolatos előzetes ismereteiket, valamint azt is, örülnek annak, hogy városunkban számos rendezvényt szerveznek, ami a helytörténettel foglalkozik, hiszen ezzel az emberek mindennapjait is színesebbé teszik, tudásukat pedig gyarapítják. Meg lett hirdetve a püspökladányi hírekbe, és ennek felkeltette érdeklődésemet. A lényeg az, hogy annak idején a pásztor embereknek egyáltalán létszükséglete volt, hogy megtalálják azokat a helyeket, ahol nagyméretű gémes kutakat csináltak. Ez a, nem csak a itatásra vagy az állatok környékére való gondoskodásban merült ki, hanem ezek a kutak egyrészt híradásokat is közöltek, megbeszélt jelek alapján tudták a pásztorok, hogy ki jár, csendbiztosok vagy betyárok, ezeket tudták jelezni egymásra. Itt a ladány határában is van néhány ilyen nagy méretű kút, az ágottai részen ott láttam is, voltam is arrafele. Kivel érkezett a mai előadás? Feleségemmel érkeztem, Kelemen Emőkével. Tetszik tudni, mi nem vagyunk ladányi, ősladányiak, és szeretnénk megismerni minél jobban a tájt és a vidéket, az embereket és a szokásokat. És most egy olyan adott alkalom, hogy belenézzünk egy kicsit a múltba. Ó, hát most kihasználunk minden alkalmat. A tél elég hosszú volt, ha bár nem is volt hideg, de nem sokat mozgultunk ki otthonról, és hát most éppen jövett a feleségemmel, elbeszélgettük, hogy tudom, az utóbbi 3 hétben voltunk az ifjúsági házban. Egy bögre meg szalvéta kiállításon. Utána a múzeumban voltunk a Karacs Ferenc emlékszoba megnyitásán. Ne. Közben voltunk a nagyváradi magánszínház operett előadásán. Akkor voltunk a tegnap előtt itt, az irodalmi estéken. Na, és most itt vagyunk. Az internet fiesta az idei évben is lehetővé tette, hogy különböző témákban széleskörű információkkal gazdagítsa a város lakóit, mint ahogyan az történt a Pásztorkutak a Pusztán című előadás során is.